tegnapi esős nap után hihetetlen napsütés van, úgyhogy nézzétek el nekem, de napszemvegben leszek végig. Magyarorsi Csaba után már úgyis. Nem tudom, hogy ez a Forma 1 alatt is így van-e, de hatalmas, végeláthatatlan mennyiségű ingyenes parkoló van, és ez nagyon jól van így. Ahogy a címből sejthetitek, a VTCC Hungaroringi futamán vagyunk kint. Tudom, kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk. Nem szeretni való. Nagyon szépen köszönöm Robinak a belépőt, mert mi egy kicsit lemaradtunk az akkreditációval, de szerencsére sikerült egy pedok belépőt szerezni, úgyhogy remélhetőleg be tudunk menni a garázsba is, vagy legalábbis mögé, és meg tudunk néhány autót közelebbről is nézni. Tök jó kezdeményezés, srácok, 16 racerunggép van kint, van kormány, hát nyilván nem mozog a cockpit, de azért mégis egész jó körülmények között lehet szimulátorozni, és egyébként ugye a racerunk, tudjátok, hogy az ingyenes, úgyhogy egy részét le lehet tölteni, aztán persze az extra contentért már fizetni kell. De itt 16-an tök jó, ki lehet próbálni, és nyomják is a srácok, tök jó. Ja. Örülök, hogy vannak még őrült emberek. Ez segít, mert véd a nap ellen, vagy inkább nehéz és kényelmetlen és izzadó? Nem zavar egyáltalán. Ez a gigászi sor onnan egészen odáig áll, és ott a tömeg közepén Norbi dedikál, illetve hát mindenki itt van, Rob Huff-tól kezdve Kasburgon át mindenki, de természetesen Norbinál a legnagyobb a tömeg. Ez a dedikálás hatalmas egy meló. Minden tiszteletem Norbi, a hátam mögött álló tömeg mind-mind rávár. Nem kifejezetten pont erre mentem rá, hanem a gyönyörű kék ég előtt magányos zászlóval, magányos Mihelis feliratú lány, az egy jó kép. Mégiscsak sokkal dekoratívabb, mint a hűsodban. Rajtad még a tavalyi póló? Hát ez talán még régebbi is, mint tavaly, de igen, nagyon, nagyon kedveljük ezt is, ezt a viseletet. Szurkoltok, mint az őrült? Kicsit már be is vagyok kekedve. És csak a magyar futamokra mentek ki, vagy néha követitek őket külföldre? Megpróbáljuk, ami közelebb van, néha-néha. Monza közel volt. Igen, ott is voltunk. Ott voltatok? Sírtatok együtt? Elég rendesen, igen, sajnos. Benán itt nem nagyon láttam itt a dedikálásnál. Ja, ott ülnek egymás mellett. Tényleg? Akkor ja, még nem volt ott. A VTCC-n jóval nagyobb biztonsági figyelem van, mint annak idén, amikor belopoztunk a Truckfestre és a kamionversenyre, de hát tojok rá, bejövök, aztán majd nekem belzabarnak, nem? Már itt vagyok a box utcában, nézzünk körbe. Itt a Gold Tribün. Nem mondom, hogy tele van, azért Forma 1-nél abszolút tele szokott lenni. De azért sokan vannak, viszont ha oda elnéztek. Ott. Nézzetek, csak oda zoomolok. Az ugye az első kanyar. Azért ott szoktak történni dolgok. Gyakorlatilag a Hungaroringen máshol se csak ott. Szóval ott azért telt ház van gyakorlatilag. Srácok, ezt az angol nyelven való kommentálást ezt nem nagyon kéne erőltetni. Ez mondjuk úgy, hogy eléggé szánalmas. Nekem fáj. Na ez van, amikor Norbi megjelenik. Ott van Norbi. Mellette zenészek, ugye, felismeritek. És ilyenkor a Gold Tribün meg megőrül, üvöltenek. Úgyis ki fognak innen vágni engem előbb-utóbb. Akkor én még egy kicsit sétálok.
Szofiánál vagyunk. Most már melegítik a gumiait. Nem tudom mennyire. De most 77, 79, 70 fokos. Most vicces, mert a paplannak a külső része is meleg. Most élőben tudunk találkozni azzal a csajjal, aki mindig meginterjúvolja a versenyzőket. Nézzétek csak! Na ez van, gyerekek, ez az a hangzavar, ami akkor van, de csak akkor, amikor kijön Norbi. Norbi kidugta az orrát. Montero, de hát gyakorlatilag szerintem egy szót sem hallottak ebből, mert a skandálás az folyamatosan Norbinak szól. Most beerősödött a kemény mag. Ez a terület gyakorlatilag folyamatosan üvölt. Ő volt Chilton. Filipit már láttuk párszor. Nézzük Robot Huffit. Bennül már a kocsijában? Bennül. Gyakorlatilag 10 perc múlva kezdődik. Mindenki viszonylag nyugodt körülmények között próbál koncentrálni, de hát lehetetlen, mert elképesztő mennyiségű ember van. Coronel az igazi mókamester. Coronel, mint egy ilyen kalitkába zárt óriási dongó és sárga darázs. Nagyon viccesen fest. Nem arra jól néz ki, én szeretem a sárgát. Na és akkor végre kín vannak az engő autók is. Nem értem, miért zárták be a kapukat eddig. Van Panis autója. Hát ugye ők végén vannak a mezőnynek, de hát egyre szívünknek kedvesek. Másrészt hosszú még az évad. Ő pedig Nagy Dani, akit iRacingben azért sokszor szoktunk látni, hogyha a magyar iRacingesekkel jössz néha, akkor főleg télen, de lehet vele együtt menni, hát illetve az első három kanyarig. Mindjárt indul Bernáni, kirakjam a lábamat? Hát, ha orra esik. Ez ugye a box utca teteje. Hát, amikor a Forma 1-es futamok vannak, akkor itt meg nem lehet mozdulni. Itt ilyen nagyon exkluzív, tulajdonképpen étkeztetési zónát alakítanak ki. Hihetetlen finom kajákat, meg piákat isznak a kívánságosok. Na most a végén van ilyen sörpados büfé mind a két oldalon. Hát jó, ennyi. Ez a különbség a WTCC és a Forma 1 között. Szia! Egy sráccal összefutottam egy nézővel, és kicsit szimulátorokról beszéltünk. Nem lehet viszont. Bár a WTCC és a futamokon szereplő autók nem a legerősebbek, nem... Azért vannak jobb futamok, vannak jobb osztályok, géposztályok, de mégis, amikor kijössz egy hazai versenyre, a Hungaroringre, és ott néhány ezer szurkoló olyan hihetetlen hangulatot teremt, néhány versenyzőnek, néhány magyar versenyzőnek, leginkább Norbinak és Daninak, az egyszerűen elmagyarázhatatlan, srácok. Végig, amióta Norbi kiment a gépével, olyan alapzsivajból egész egyszerűen hallani, hogy följebb ment egy olyan 10 decibellel a mindenkinek az alapzsivaja. Mennek a dudák, ütögetik a különböző ilyen kis hangcsöveket, hihetetlen hangerőt tudnak generálni a srácok, és azt mondtátok tegnap, valaki írta, hogy nem mi értelme hangosan szurkolni a versenyzőtek, úgyse hallják, de tuti hallják, addig, amíg állnak a rajtrácson, addig garantáltan, de szerintem egyébként, amikor mennek, nyilván nem erre fognak koncentrálni, de amikor elmennek a célegyenes előtt, akkor olyan hihetetlen plusz hangerő jön a srácokból, hogy azt szerintem ők, a versenyzők is hallják. Képzeljétek, találkoztam egy könyvvel. Egy angol nyelvű könyv, a WTCC 10 éve, 300 oldalas, tele nagyon szép képpel.
és bemutatja a WCCC 10 elmúlt évét. Sajnos a borítója nem elég feltűnő szerintem, kicsit olyan évkönyvesnek tűnik, végül is az egy 10 éves könyv, pedig nagyon klassz történetek, vannak benne interjúk a WTCC elmúlt 10 évben megforduló pilótákkal, autókról, csapatokról, és részben magyar készítői is vannak, de maga a könyv angol nyelvű, megpróbálom megkeresni, hogy honnan lehet ezt megrendelni, és akkor beleírom a leírásba természetesen. Honnan máshonnan búcsúzhatnék el tőletek, mint a Hondának a kamionjai háta mögül. Itt vagyok fent a pedok tetején, hamarosan indul a WTCC első futama. Én itt most befejezem, srácok, mert elképesztő jó a hangulat. Ezt a tévéből is fogjátok látni, de már nem tudok úgyse beszélni, és semmitől nem hagyják. Hát ezek nem hagyják, tülkölnek, amint meglátják Norbit. Na, Gram, így teljesüljön minden kívánságot. Itt volt az elköszönés. Sziasztok! Hello! Ezt muszáj minden alkalommal kipróbálnom. Sajnálom, gyerekek.